Üdvözlöm Önöket, Pollreisz Balázs vagyok, az MSZP elnökségi tagja. Mai sajtótájékoztatónkat az alapszolgáltatása lakhatási biztonság érdekében címmel tartjuk. A Habitat for Humanity Magyarország szerint a magyar lakosság nagyjából 10%-a nem, vagy csak súlyos nehézségek árán képes kifizetni a lakásának a fenntarthatóságát, a rezsit megfizetni. Ennek több oka van. Az egyik az az, hogy Magyarországon nagyon magasak az energiaárak, valamint a lakásállomány korszerűtlensége, ami hogy rossz állapotban vannak. A Magyar Szocialista Párt szerint egy igazságos társadalomban elengedhetetlen, hogy a létfenntartáshoz minimálisan szükséges alapvető közszolgáltatásokhoz mindenki megfizethető áron hozzáférhessen. Ez azt jelenti, hogy senki ne fagyjon meg a saját házában télen, mert nem tudja fűteni, vagy ne kerülhessen emberhez méltatlan helyzetbe azért, mert nem tudja kifizetni a vízdíjat. A mai napig nincs hivatalos magyarázat arra, hogy a Fidesz miért adja a 30-40 forintos gázt 101 forintért a magyar lakosoknak, a magyar háztartásoknak. Az árak nyomonkövetéséért is felelős Magyar Energetikai és Közműszabályzási Hivatal 2014 áprilisa óta egyetlen egy alkalommal nem tett konkrét javaslatot az energia árak változtatására, pedig ez az ő feladata lett volna, azóta pedig a gázára legalább a felére csökkent. A mai napig nincsen hivatalos magyarázat arra, hogy a Fidesz miért fizettet a 30-40 forintos gázért 101 forintot a magyar családokkal. A Magyar Energetikai Közműszabályzási Hivatal 2014 áprilisa óta egyetlen egy javaslatot nem tett arra, hogy az energiaárak változzanak, pedig erre lehetne neki kötelezettsége is. Valamint azóta a gázára legalább a felére csökkent. A Fidesz nem ad magyarázatot arra, hogy miért fizettett többet a gázért a nyugdíjasokkal, a családokkal, a dolgozókkal és a mostani gazdasági helyzetben egyre több munkanélküliekkel. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy elérkezett az idő ahhoz, hogy Magyarországon bevezessük az alapszolgáltatást a közműszolgáltatásokban. Ez azt jelenti, hogy a lakossági energiaárak igazságos módon történő csökkenése, valamint egy sávos árrendszerre van szükség ebben a szektorban. Az MSZP és a Párbeszéd törvénymódosítást adott be az úgynevezett rezsitörvényhez, melynek a törvénymódosításnak a lényege röviden leegyszerűsítve így foglalható össze. Sokkal olcsóbban a jelenlegi díj feléért kapná a lakosság a létminimumnak megfelelő mértékű gáz- és villanyszolgáltatást, a víz esetében pedig egy jelképes 1 forint per köbméter áron jutna. Ezzel a legrászorultabbaknak nagyon nagy segítséget tudnánk nyújtani. De tudjuk azt, hogy a magyar lakosságnak egy jelentős része tudja igénybe venni a gázdíj kedvezményeket, viszont nagyon-nagyon sokan élnek ebben az országban olyan házakban, olyan településeken, ahol nem tudják a gázdíj kedvezményeket igénybe venni. Éppen ezért a törvénymódosítás kitér a tűzifára is. Azokon a településeken, azokon a házakon, ahol csak kizárólag tűzifával lehet fűteni, ott egy család egy évben 5 köbméter tűzifá keretig 50% kedvezményt kapna. Emellett természetesen megmaradnának a szociális tűzifa keretre való pályázási lehetőség is. Így ezzel a legrászorultabb családok a fűtési költségeiknek jelentős hányadát meg tudnák takarítani. Az MSZP, mint szociáldemokrata párt számára a legfontosabb az ember. Így a legfőbb célunk az az, hogy senki ne élhessen Magyarországon emberhez méltatlan körülmények között.
Az MSZP célja egyszerűen összefoglalható. Biztos megélhetést mindenkinek.